Véget ért a középiskolai jelentkezési időszak. Az általános iskolából kikerülve városunkban három középfokú intézmény közül választhattak a fiatalok. Mini sorozatunk első részében a Bocskai István szakképzőiskolát mutatjuk be önöknek. Jövő héten a közgazdasági szakközépiskolát és a Hőgyes Endre gimnáziumot ismerhetik meg. Iskolájukban szakközépiskolai és szakiskolai képzést folytatnak. Mezőgazdasági szakcsoportban, faipari, kereskedelmi és vendéglátás szakmacsoportban. Kiemelt területük a vendéglátás idegenforgalom szakmacsoport, ahol szakács, cukrász, pincész szakképesítést szerezhetnek. Másik nagy terület a kereskedelem marketing terület, ahol szakiskolai képzésben bolti eladókat képeznek. A 120 éves fennállás alapját örökíti meg a mezőgazdasági szakképzés, növénytermesztési gépüzemeltető gépkarbantartó szakma, és nem utolsó sorban a faipari szakma csoportuk, ami bútoripari szakképesítést ad. Hozzá kell tenni a teljesség igényéhez, hogy a szakiskolát végzett tanulók körében működik a szakközépiskola esti tagozata az érettségi bizonyítvány megszerzése céljából. Bekukkantottunk a 12C-be, ahol ott jártunkkor épp élelmiszeróra zajlott. A pincérképzésben résztvevők látogatásunkkor a pálinka, szeszes italok, kevert italok témakörét ismételték át. Például ez az óra alapvetően fontos a később a szakmai munkájukhoz, hogy igazából teljes munkát tudjanak végezni, ugye, és a vendégeket nagyon érdekli a felszolgált italok, illetve ételek összetétel, és ez a tárgy pontosan arról szól, mi hogyan készül, mi honnan származik, mi miből van, és egy pincérnek felkészülten kell tudni informálni a vendéget. Az informatika oktatást is fontos feladatuknak tekintik, hisz mai társadalmunkban sokkal nagyobb esélye van annak a munkavállalónak, aki megfelelő számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik. Akkor, ha arra kettőt kattintasz, akkor az ideális mérete meg fog jelenni az oszlopnak. Kérem szépen, hogy mindenki tegye meg. Tehát azt a keresztet kellett átnod, ami sima egyenes, jobbra-balra nyíglat. Kétszer rá kattintasz, ideális méret jelent. A Diák Önkormányzata diákok nagy örömére számos programot és eseményt szervez egész évben. Marian már 2010 óta az iskola dögtitkára, és mindent megtesz annak érdekében, hogy szebbé tegye társaiknak az itt eltöltött éveket. A 9-eseknek szoktunk az év elején ismerkedési estet szervezni. A szalagavató a végzős diákoknak, decemberben szokott lenni karácsonyi dekorációverseny. Szoktunk farsangot rendezni, szokott diáknap és bocskai nap lenni. Különböző vetélkedők szoktak lenni ezeken a napokon. Ezt a diákok nagyon élvezik. És a bocskai napon azon meg főzni szoktunk. A megfelelő testmozgásra, testedzésre is nagy hangsúlyt fektet intézményük. Belestünk egy testnevelés órára, ahol egy floorball meccsnek lehettünk szemtanúi. Most érettségim vagyok, és hát azért szerettem idejönni, hogy először elakom az érettségit, és utána majd cukrászakra rámegyek, és akkor cukrász szeretnék lenni. A mezőgazdasági növénytermesztő és gépüzemeltető képzésen megtanulhatják a szakma alapjait, hogy a későbbiekben hasznosíthassák a gyakorlatban. Azért jelentkeztem erre a szakmára, mert a szüleim által is végzek ilyen munkát, és érdekel elég komolyan ez a szakma, mert szeretem a gépeket, és némileg kis hozzáértéssel is rendelkezek, mert gyakorlatom van benne, és szeretném ezt a szakmai tudásomat, amit itt az iskolában elsajátítok, azt tovább vinni az életem során. Alkalmi kalauzunk Harsányi István igazgató helyettes megmutatja stábunknak az iskolán kívüli gyakorlati helyeket. Most a Búza Kalász ZRT-be megyünk. Az iskolának itt van a gépész tanulhelye, a mezőgazdasági gépész tanulók, növénytermesztési gépüzemeltető gépkarbantartó tanulók itt végzik a gyakorlatukat, a műhelyi gyakorlatot,
illetve van az iskolának 120 hektár földterülete, ahol üzemi körülmények között végzik a gyakorlatot a diákok, szakmutatók irányításával termelnek, termelve tanulnak, és látják az ő munkájuknak az eredményét. Iskolájuk saját területű 110 hektár földet művel. Gyakorlatilag minden munkát végeznek, ami a mezőgazdasággal kapcsolatos. Kombájnok, traktorok, pótkocsik és egyéb munkagépek segítségével, melyeket nem csak vezetni tanulnak meg a képzésen résztvevők, hanem az általuk vezetett gép működésével is tisztában kell lenniük. Látogatásunkkor erőgép gyakorlatot tartottak. Itt most egy volágri körbálázót láthatunk, jelen esetben kezembe fogom ennek a kezelő pultját. Ezt gyakorlatilag be kell helyezni a traktor fülkéjébe, hátsó ablakot kinyitjuk, és akkor ezt rögzítjük olyan módon, hogy a traktoros kezére essen, mivel nem csak ezt a kezelőpultot kell kezelnie, hanem ugye a traktor manőverezését is el kell, végre kell hajtania. Van egy hidraulikus rendszer, amelyik a kormányzásra segít nekünk rá, a kormányzási erőszükséglet csökkentése érdekében. Tapasztalatom szerint nagy részüket érdekli. Sajnos, mint minden szakmánál előfordul egy-két gyerek esetében, akik nem annyira érdeklődnek a szakma iránt, de azokat megpróbáljuk egy kicsit abba az irányba terelni, hogy szedjenek fel maguknak valami tudást, mert az élet nem lehet tudni, hogy mit hoz. És ha esetleg még most eleinte nem is nagy érdeklődést mutat, azon vagyunk és azon igyekszünk, hogy minél inkább érdekelje őket, de véleményem szerint a többségüket érdekli. Valóban így van, hisz akik részt vesznek a képzésen, sokkal nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni valamely állami vagy magáncégnél, ugyanis keresik a vállalkozók az olyan ügyes diákokat, akik megfelelő elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. Azért választottam ezt, mert szeretem ezt csinálni, és úgy érzem, hogy igen, sokat tanulunk. Miket tanultok egyébként ezen a képzésen, mikkel ismerkedtetek meg eddig? A mezőgazdasági erőgépekkel, munkagépekkel, és hogy a művelésekkel, földművelésekkel. Zoltán még hozzátette, hogy elsősorban mezőgazdasági gépüzemeltetőként szeretne majd dolgozni. Lenne még látni és kérdezni való a műhelyben, de műsoridőnk véges, ezért irány a következő helyszín. Most pedig átvegyünk a vendéglátóipari képzőközpontba, ahol megnézzük a szakácsoknak a tankonyháját, a cukrászoknak a cukrászműhelyét, pincértanulóknak a tanéttermét, és van egy multimédiás terem, amely modern számítógépekkel fel van szerelve. Sűrögnek, forognak, de leginkább precízen mozognak a pincértanoncok a gyakorlati órán Tóth Milán szakoktató felügyelete és segítsége mellett, aki megtanítja velük, mi mindenre kell odafigyelniük. Ahhoz, hogy Isten igazából valaki jó felszolgáló legyen, vagy ebbe az iskolába legalábbis sikeresen végezzen, ahhoz azért nagyon-nagyon sok elméleti tudásra is van szükség. Kifejezetten ez a gyakorlati rész, amit itt magunk mögött látunk, ahhoz, hogy a diákok ezt tökéletesen, vagy legalábbis viszonylag tökéletesen meg tudják csinálni, ahhoz nagyon sok elméleti oktatás és nagyon sok elmélet tanulása is szükséges. Ők szerencsés helyzetben vannak, mert azt is én tanítom, tehát így összetudom nekik egyeztetni, hogy a gyakorlat és az elmélet az úgy, annak az oktatás az úgy folyjon, hogy az egyiket tudjuk építeni a másikra. Tehát igazából nagyon sok elméleti tudás is kell ez. Attila arra törekszik, hogy a képzés elvégzése után mindenképpen a szakmájában dolgozzon, hogy régi álma valóra válhasson. Azért választottam ezt a képzést, mert már kiskorom óta érdekelnek így a vendégek, és hogy hogyan lehetne őket kiszolgálni, minél jobban, minél elegánsabban. A tévében is sokat nézem ezt erről a szakmáról, és felnőtt koromban is szeretnék majd evel foglalkozni. Hát azt még nem tudom, hogy belföldön esetleg, vagy külföldön, majd ahol jobb lesz az anyagi helyzet, vagy nagyon sok mindentől függ majd. De tapasztalatszerzés céljából biztos, hogy kimegyek majd külföldre. A szomszéd helyiségben szakács, cukrász tanulók sajátítják el a szakma alapvető tudnivalóit a gyakorlatban. Nagyon óvatosan, óalapú mozdulatokkal összekevered a két részt, a sárgáját a fehérjével, és a kivajatott, kilisztezett
sütőedénybe szépen belesimított. Szívesen megvárnám a végeredményt, de most inkább hagyjuk főzni, sütni a jövő nagy reménységeit. Látogassunk el a következő helyszínre. És végül a Szováti úti asztalos tanműhelybe érkezünk. Itt oktatjuk a bútorasztalos tanulóinkat. Két csoport részére is alkalmas, több részből álló műhely van. Nagy fúrás, faragás, reszelés, csiszolás hangok fogadtak bennünket a műhelyben, de ez nem meglepő, hisz készülnek a remek művek, melyeket lelkesen formálnak, alakítanak. Lehetőségük van arra is, ha az anyagárat kifizetik az iskolának, akkor haza is vihetik az elkészült művet. Ezzel is motiválják őket, hogy minél jobban készítsék el a terméket. A gyerekek a fél év során készítettek egy tömörfa szerkezetű komódot, valamint folyamatosan készítenek ilyen kisebb tárgyakat, mint amit most is készül ez a kenyértartó ilyen gyakorlásképpen, és majd most a év vége fele fognak csinálni egy-egy vizsgaremeket, ami felteszi az íre a pontot, tulajdonképpen itt fejeződik be maga a képzésünk, a szakmunkás vizsga előtti rész. Lassan suli túránk végére érünk, de még megkérdezzük Szilágyi Lajos igazgatót iskolájuk jelenlegi helyzetéről. Mint mondta, komoly átalakulások mennek végbe a szakképesítés képzésével kapcsolatban, ezért nehéz válaszolni arra a kérdésre, hogy a képzési rendszer mennyiben fog változni. Új oktatási jegyzék jelent meg 2012-ben, így megváltozik a szakképzésnek a rendszere, hisz eddig 2+2 évben lehetett szakmát tanulni. Most a 150/2012-es OKI rendelet alapján 3 éves szakképzésre változott a képzési idő, tehát a 8-os gyerekek, akik most beadták a jelentkezési lapot, már 3 év alatt szakmát tanulhatnak. Intézményfenntartó központ feladat és hatásköre a mai nap információm szerint is változni fog egy hónapon belül, tehát amit eddig kidolgoztunk járási szinten, tényleg azt mondom, hogy a napi zökkenők mellett, de működőképessé tudtuk tenni az iskola működését, az már lehet, hogy holnaptól majd egy megyei szintű koordinációt fog jelenteni, az megint egy új alapokra való helyezését jelenti a feladatellátásnak. Tehát ilyen változási körülmények között ezt ma nem lehet megítélni. Minden esetre azért személyi tárgyi képzési feltételünk tekintetében bízunk benne, hogy az új szakképzési rendszerben is meghatározó szerepet fog betölteni a Bocskai István Szakképző Iskola Hajdú-Bihar megye szakképzésében. Reméljük, hogy így lesz, hisz számos szakmát tanulhatnak azok, akik a Bocskait választják, akár mezőgazdasági, asztalos, eladói, szakács, cukrász vagy a pincér szakma mellett döntenek.